A bűn és baleset megelőzési magazin létrejöttét a Sentinel Kft. Támogatja. Sentinel, a biztonság világa. Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket a mai bűn és baleset megelőzési műsorunk, magazin műsorunk alkalmával. Mint ahogy megígértem a múltkori adásunkban, szó volt a magánnyomozó kérdésével, és megígértem, hogy ebbe a témába ismételten hívok vendéget, valamint a másik témánk lesz ugyancsak a bűnmegelőzés, pedig Glenn Spitzer László úr a fiatalkorúak védelmével fog foglalkozni. Tisztelettel köszöntelek benneteket. Laci, akkor kezdjük ezzel, amit kint is elkezdtünk. Jó, beszélgetni. Annyi pontosítást szeretnék, hogy a téma igazi szakértője itt ül mellettem, de azért megpróbálok néhány gondolatot mondani. Elsősorban a nyár bekövetkezte miatt, és az iskolai szünet miatt gondoltuk, hogy beszélünk néhány olyan témáról, ami minden szülőnek fontos lehet. Elsősorban azért, mert nincs idejük általában megszervezni a gyerekek felügyeletét ilyen időszakban. Megjelenek az utcákon a kulcsos gyerekek, nem mindig és mindenben őszinték a szülőhöz, úgyhogy néhány dologra nem árt, ha felkészítjük őket, illetve még az is megtörténhet, hogy adott esetben, ha otthon vannak, akkor becsenget valaki, és könnyen kellemetlen helyzetbe kerülhet a gyermek, de ebből tényleg az igazi szakértő itt ül mellettem, úgyhogy átadnám a szót, én majd csak talán egy-két dologban még kiegészítést tennék, ha Béla, lehet. Nagyon köszönöm, mert én azt gondolom, hogy túlzásba estél minden először, de köszönöm szépen azért ezt a bevezetőt. Igen, én azt gondolom, nagyon fontos a nyár az áldozattá válás megelőzése szempontjából a gyerekek életében. Nagyon sokat vannak egyedül, nagyon sokat maradnak egyedül. A szülő nem tud mit csinálni, otthon hagyja a lakásban. Az egyik ilyen metódus, vagy ilyen javaslatunk erre az esetre, hogyha, pláne hogyha a szomszédokkal viszonylagosan normális viszonyban élünk, hogy a gyereknek egy kis listát állítunk össze. Amely lista nem szól másról, mint arról, hogy a második emelet 4-es lakásban, vagy a harmadik emelet 5-ös lakásban laknak olyan nyugdíjasok, akik itthon vannak egész nap és elérhetők, van telefonszám is hozzájuk, a gyermek otthon van egyedül, ismeretlen ember becsönget, kitekintő nyíláson a gyermek megnézi, hogy ki az, aki csöngetett, szól, hogy pillanat, mindjárt szólok anyukámnak vagy apukámnak, ez már valamennyire visszatartja egyébként azt, aki rossz szándékkal közelít a lakásról a gyermek felé, és közben egyébként a kis silabuszából előveszi, hogy éppen ebben a napszakban, melyik lakásban a szomszéd emeleteken, vagy ott az emeleten a szomszéd lakásokban kitartózkodik otthon, és felhívja és megkéri, hogy esetleg nézzen ki, mert idegen mászkál a lépcsőházban. Én azt gondolom, ez külföldi példák is bizonyítják, hogy ragyogóan vissza lehet tartani a rossz szándékú elkövetőket bűncselekmény elkövetésétől. A másik példa tipikusan az, amikor mondjuk valahol a gyermekemet például a játszótéren egy idegen megtalálja azzal, hogy édesanyád vagy édesapád beteg lett, kórházba került, és ő küldött értet, el akarja csalni a gyermeket. Ebben az esetben egy nagyon egyszerű dolgot kell alkalmazni. A szülő és a gyerek között egy nagyon könnyen értelmezhető, de a család berkein belül kezelt jelszót kell használni. Ilyenkor a gyerek csak rászól az idegenre, hogy jelszó. Ez lehet akár a paprikás krumpli is, de egy a lényeg, hogy ezt a gyerek tudja és a szülő. Most az idegen bármit mond a családról, bárkinek a nevét említi, bármi egyéb más dolgot tudhat egyéb helyről, hiszen tudjuk, hogy az interneten, közösségi oldalakon szerepelnek a családról adatok, ezt a jelszót nem tudja, ha ezt nem mondja, a gyerek nem megy el vele. Tehát én azt gondolom, hogy ezek nagyon-nagyon fontos momentumok akkor, amikor nem szeretnénk, hogyha a gyermekünk áldozattá váljon. Lépjünk egy picit tovább, egy picit idősebb korosztály felé, 16 éves korosztály, akik ugye szórakozni járnak. Itt a nyár elengedjük őket este 9-10 óráig, hiszen világos is van, szórakozó hely. Nagyon ajánljuk, hogy csoportosan menjenek a fiatalok ezekre a helyekre, és csoportosan is menjenek haza. Ne hagyjuk magunkra azt a barátunkat, barátnőnket, aki egy picit esetleg hirtelen szerelmes lesz élete fehér paripán érkező lovagjába. Én azt gondolom, hogy akkor is célszerű csoportosan is hazamenni. Sokkal kevesebb támadás éri a statisztikák alapján és a felmérések alapján azokat a gyermekeket, akik így csoportosan közlekednek, hiszen
azért, aki rossz szándéka közelít felük, az kétszer is meggondolna, hogy mondjuk egy 6-8 vagy 4-6-8 fős csoportba belekössön, vagy megtámadja őket. Nagyon-nagyon fontos a szórakozó helyen, hogyha lehetőség van rá, akkor csak a saját italunkat fogyasszuk. Azok a fiatalok, akik dohányoznak, csak a saját cigarettájukat fogyasszák. Én nem pártolom egyébként a dohányzást, és nem javaslom, de hát az élet vele járója, viszont akkor legalább vigyázzanak magukra ezek a fiatalok, és tegyék meg azt, hogy a saját cigarettájukat fogyasszák, és bárki készségesen ajánl nekik bármiféle ismeretlen eredetű dohányszert, vagy éppen ismeretlen italt, ne fogyasszák el. Nagyon jól tudjuk, a közelmúlt példái mutatják Budapesten is a szórakozó helyeken, hogy számtalan szó, főleg fiatal lányok esnek áldozatul annak, hogy különböző kábító hatású anyagokat juttatnak az italaikba, és innentől kezdve akaratgyengítő szerként hatnak ezek a szerek, és sajnos-sajnos bűncselekmények áldozatává válnak. Nagyon röviden, hirtelen így most ennyi így a bevezetés kapcsán. Nem tudom, hogy esetlegesen van-e olyan konkrét téma, vagy konkrét felvetés, amire még gondolatébresztőnek még egy pici kiegészítést tennék. Nagyon gyakran előfordul, hogy a gyerekek azonos korosztályú gyerekek részéről vannak kitéve atrocitásnak, fel kell őket készíteni arra, ez egyébként nem évszakfüggő probléma, fel kell őket készíteni arra, hogy kerüljék el. Tehát nem azért, ők nem lesznek azzal kevesebbek, de mondjuk 2 vagy 3 jól megtermett, hasonlókorú fiatal elkezd kötözködni vele, térjen ki nyugodtan, ettől ő nem lesz kevesebb, de nagyon súlyos problémákat okozhat, hogyha ő ebbe megpróbál kakaskodni vagy okoskodni. Nem tudja magát kidumálni, mert nincs meg az a rutinja, mint a kötözködőknek. A másik ilyen, és ugyanezekre a szituációkra vonatkozó ajánlat, vagy tanács, hogy ne legyen az összes pénze egy helyen, ne mutogassa egyébként a nagyon drága mobiltelefonját, mert baj lehet. Tehát ha megállítják és azt mondják, hogy adjál nekem egy 100-ast, és 3-an vannak, vagy 4-en, akkor nem veheti elő a zsebében lévő 3000 forintot, mert akkor mindjárt 3000-et fognak tőle kérni. Tehát ilyen és ehhez hasonló dolgokra érdemes a gyerekeket felkészíteni. Ami ezen túlmutat, természetesen mindennek alapja egy megbízható és stabil szülő-gyerek kapcsolat, mert hogyha az nincs meg, akkor bármit mond a szülő, nem, már csak azért se fogják megfogadni. De ez egy másik téma, és nem kifejezetten a bűnmegelőzéshez kapcsolódik. De milyen jó, hogy nem egyedül jöttem, ugye, és a ketten vagyunk, ugye, és innentől kezdve a járőrpárom. Én boldogan csaptam rá arra, amikor Laci mondta, hogy nem egyedül jönni. Így van. Mondom, nagyon örülök. Így van. Innen jutott eszembe éppen a mobiltelefonok világát. És meglepődtem, hogy te jöttél. Köszönöm. A mobiltelefonok világát éljük. Nagyon-nagyon jó, hogyha a gyermek és a szülő között kialakul egy olyan kapcsolat, ami azért tényleg a bizalmon alapul, és ugye a gyermek meg tudja mondani, hogy hova megy, milyen szórakozó helyre, illetve ha nagy Isten például a csapat kedvéért ugye szórakozó helyet váltanak az este folyamán, akkor csak egy SMS-t küldjön a szülőknek, hogy hol keressék. Én mindig azt mondom, nekem 20 éves gyermekeim vannak, hogy legalább azt tudjam, hogy mi az az utolsó pont, ahol ha nagy Isten időpontokban már nem érkeznek jelzések, tudjam, hogy hol kezdjem el keresni a gyerekeimet, soha nem volt rá szükség. De én azt gondolom, hogy azért a szülőnek ez mindenképpen egy megnyugtató dolog. Én szoktam javasolni egyébként a gyerekeimnek azt is, hogy az internet világát éljük, tájékozódjanak először a szórakozó helyekről, hogy hova kívánnak menni, esetleg ha egy új hely, olyan hely, ahol még nem jártak, nézzék meg a bejegyzéseket, blogokat róla, hiszen így is lehet ismereteket szerezni, és lehet, hogy visszalépnek és azt mondják, hogy nem fognak elmenni erre a szórakozó helyre, és hogy mennyire igaza van Lacinak ebben a kis pénz, nagy pénz történetben. Nálunk a családon belül volt ilyen, amit megélt az egyik gyermekem, ahol tényleg olyan volt a helyzet, hogy felső zsebében volt 300 forint, a másodteltében több 1000 forint, és a 300-ból adott 200-at azoknak, akik elég érdekes formáját választották a pénzkeresetnek, viszont mindenki békében elment. Tehát én azt gondolom, hogy ebben az esetben nem sérül az a gyerek sem, aki azt mondja, hogy 200 forintot én erre beáldoztam, mert sokkal jobb, hogyha az eltereléssel gyakorlatilag eléri azt, hogy mindenki megy a maga útján, és nem lesz egy erőszakos a bűncselekménynek a áldozata. Hozzáteszem, hogy ez sem egy szerencsés szituáció, de mindenképpen valahol azért a gyermekeket, akik az utcán közlekednek, fel kell erre is készíteni. Nagyon sok esetben azt szoktuk mondani egyébként a játszótéren tartózkodó kisebb, fiatalabb gyerekeknek is, hogyha idegenek jönnek, ott is bizony-bizony egymásra oda kell, hogy figyeljenek. Abban az esetben, ha azt látják, hogy valami olyan idegen szándék, ami az ő magatartásuktól idegen kerül előtérbe, akkor akár hangosan kiabáljanak is, de mindenképpen hívják fel a felnőttek, a környezetben levő felnőttek figyelmét arra,
hogy itt milyen jelenségek vannak. Én abban azért hiszek, hogy a felnőttek azért a közterületen odafigyelnek a gyermekekre. Tehát ha egymásra már nem is annyira, de a gyermekekre mindenképpen. És én úgy gondolom, hogy ez jelentősen csökkentheti egyébként azoknak a bűncselekményeknek a számát, amit a gyermekek sérelmére követnek el. Azt szeretném megkérdezni, hogy lévén ti már nyugdíjas rendőrök, rendőrtisztek vagytok, milyen különbség van, amikor még állományban voltatok, meg a mostani társadalom körülmények között? Hát az egy más világ volt. Mindannyian tudjuk, hogy egy más közegben, egy más társadalmi környezetben voltunk aktívak, még akkor is, hogyha ez a Béla esetében nem olyan nagyon régen volt, de még egy gondolat erejéig hagy térjek vissza az előző témákra. Nevezetesen minden magára valamit adó szórakozó helyen a biztonsági személyzet kényes arra, hogy ott ne történjen probléma, ezért a legnagyobb lelki nyugalommal az ottani biztonsági emberekhez forduljon bárki, akinek problémája van, mert az már majdnem olyan, mintha a hatósági személy. Tehát annyira komolyan veszik az ilyen jelzéseket, nem kell a balhé egyetlen egy szórakozó helynek sem, mert annak híre megy. Úgyhogy ezt még utoljára szeretném így elmondani, hogy lezárjuk a témát, és akkor ha megtennéd, hogy egy picit pontosítod a kérdésedet, mert akkor a dobozt nyitottál ki, amiről órákig tudnánk beszélni. Igen. Most én erre gondoltam, hogy mint különböző beosztásokban voltatok, hogy milyen lehet-e párhuzamot vonni, vagy mekkora a különbség az elmúlt idő meg a mostani körülmények között. Mert az idő múlásával a változás az mindig magával jön, és azt pedig magával hordozza. Egy tény, hogy meg kellett tanulni civilnek lenni. Tehát én 18 éves koromtól dolgoztam a rendőrségen, közalkalmazottként kezdtem. Ugyanúgy. Majd utána hivatásos állományba kerültem, és ezért, amikor én nyugdíjba mentem, utána nekem... Kapitány is voltál, kerületi kapitány. Megbízott kapitány is voltam a 6. 7. kerületben, így van, illetve bűnügyi igazgató voltam a Budapesti rendőrfőkapitányságon több beosztás mellett. De a lényege az, hogy amikor az ember leteszi a fegyvert és leteszi a szolgálati ruhát, és civil lesz, akkor teljesen újra előről kezdődik az élete, mert egészen más elvárásoknak kell megfelelni, egészen másképpen kell gyakorlatilag a hétköznapoknak neki menni. Ott már tudomásul lesz az ember, hogy előről kezd építeni egy teljesen új életet, ami nem baj egyébként, mert hozza magából azt a rendszeretetet és azt a pontosságot és nagyon-nagyon sok minden jó dolgot, amit egyébként a testületnél megtanult, és amire egyébként büszke is az ember, hogy annál a testületnél dolgozott. És ezt, hogyha bele tudom építeni, vagy tudom valamilyen formában alkalmazni a civil életemben, akkor én azt gondolom, hogy ez hasznot jelent és előnyt jelent. Ha nem tud valaki ebből kilépni, nem tudja ezeket hasznosítani és megfelelő formában lefordítani civil nyelvre, akkor azért lehetnek ebből gondok szerintem. Én úgy gondolom, hogy szerencsés vagyok abban a vonatkozásban, hogy van egy nagyon erős családom, aki támogatott is ebben, és mellette vannak olyan barátaim, meg találtam olyan civil munkákat, ahol gyakorlatilag hasznosítani tudtam. Tehát inkább nálam az jött be, hogy hasznosítani tudtam az egyébként a testületnél megtanult dolgokat. Azt szeretném mondani, hogy természetesen a mostani aktív állomány nem olyan okos, nem olyan szép, nem olyan kreatív, mint mi voltunk, de ez nyilvánvalóan nem lenne igaz. Másak a lehetőségeik, de tény és való, hogy egy picit talán, ha ennyi kritikát megfogalmazhatnék, egy picit talán elment a technika irányába. Ma már ugye mi, vagy én legalábbis hosszú ideig bűnfelderítő területen dolgoztam, és azt kell, hogy mondjam, hogy elmentek a technika irányában, és egészen egyszerű fogásukról meg megfeledkeztek, ami pénzbe sem kerül, és így tovább. De tényleg nem akarnám ezt nagyon mélyen kinyitni. Egy lényeges különbség van a civil szféra és az állami rendőrség között, ha úgy tetszik, hogy nekik nem létérdekük az, hogy eredményesek legyenek. Nagyon fontos, de nem létérdekük. Ugyanez a magánszférában már, aki nem eredményes, az éhen hal. Ilyen egyszerű. Jó, hát de viszont rendőrök voltunk évtizedekig, azok is maradunk, amíg élünk. A lelkünkben, szívünkben természetesen. Ezt leküzdeni nem lehet, de nem is akarja az ember. Akar, így van. Ez, én úgy érzem, ad nekünk egy olyan tartást, ami civil életben csak pozitív, civilekre nézve. Igen, bár azt szoktam mondani, hogy a szegénységnek nincs szégyenérzete, és sajnos nagyon sok olyan ex-kollégát látok, akik
a létezés határán vegetálnak, és nem igazán tudok rájuk haragudni, hogy egy picit ugorjunk a magánnyomozói szféra felé, hogyha az árakat letörve, a minőséget nem szem előtt tartva vállalnak olyan dolgokat, amik nagyjából, ugye, ha valami x forintba kerül, azt annál kevesebből kihozni nagyon nehéz. Tehát rá vannak kényszerítve, hogy ne legyenek mindenben olyanok, mint amikor bent voltak. És még egy lényeges dolog, hogyha kiveszel egy ember mennyiséget, az mindegy, hogy tűzoltó, vagy rendőr, vagy könyvelő, vagy politikus, abban lesz ilyen is, olyan is, amolyan is. Lesz benne gerinctelen, lesz benne becsületes, lesz benne simlis, lesz benne sunyi, és így tovább, nem akarom tovább részletezni. Tehát bármilyen foglalkozásból egy meghatározó, akkor is voltak, ma is vannak, hallunk ilyeneket, hogy korruptak lettek a rendőrök, vagy hasonló. Volt ilyen akkor is, ezt mondom, de azért azt szeretném hozzátenni, hogy a rendőrség egy zárt rendszer, és semmi más, ez az én személyes véleményem, mint a társadalom leképeződése. Igen. Amilyen a társadalom, olyan rendőrsége van. Kicsit messzire kanyarodtunk a magánnyomozástól, de te kezdted. Igen, én kezdtem. Most egy kicsikét térjünk át erre a magánnyomozói kérdésre. Hogy említettem, Borai Ákos volt a vendégem, meg a Detektív Szövetségnek az elnöke, vezetője, és akkor megragadott egy-két kérdés, hogy mennyire előtérbe került a magánnyomozás, mennyire fontos a civil életnek ez az oldala. Ha kifejtenétek hát ti is ezt a... Itt is azt hiszem, hogy teljesen pariba vagyunk, akkor most pár gondolatot én megint felvezetőnek, és aztán a Béla kiegészít engem, vagy folytatja. Tehát a határozott véleményem, hogy a magánnyomozás, az egyáltalán a magánnyomozást egyfajta társadalmi igény tartja életben. Igény van rá a társadalomban, hogy a magánnyomozókhoz fordulva olyan dolgokat állapítsanak meg, ami a megbízót érdekli. Eddig ez teljesen tiszta, és utána, innentől kezdve azt kell, hogy mondjam, hogy a magánnyomozó, az előbb már részben érintettem, hogy a legheterogénebb a társaság. Van, aki mondjuk hivatásos állományból leszerel, elsétál és kiváltja a magánnyomozói engedélyét. Van, aki cukrász volt és elvégez egy 6-7-es tanfolyamot, vagy egy-két hónapos, nem tudom, és már ő is megkapja a magánnyomozói engedélyét. Tehát azért ez egy elég... Vannak gondok. Akkor. Nem mindig velük vannak gondok, ez egy elég heterogén társaság, mint ahogy eléggé színes is, de az tény és való, hogy erre a fajta szolgáltatásra a társadalomnak igénye van. Igen, én is úgy gondolom, ezen sokat gondolkoztam, de az ember kíváncsi fajta, a magyar ember az meg kimondottan kíváncsi, és innentől kezdve kapaszkodik abba bele, hogy amióta a magánnyomozás létezik, és lehet vele információkat gyűjteni, próbálnak erre megbízást adni. Nagyon sok esetben maga a megbízó az, aki roppant szellemesen előtte a témát ő szerinte kellően körüljárva adna nagyon érdekes megbízásokat. Itt azért oda kell nagyon figyelni a jogszabályoktól a körülményekre és lehetőségekre. Sok esetben sajnos ugye különböző filmekből, mindenféle sorozatokból, vagy akár egyes filmekből építkeznek, mert Amerikában mit csinálnak a magánnyomozók. Mi Magyarországon vagyunk, egy kontinentális jogrendben elég erősen szabályozott jogi keretek között lehet végrehajtani a tevékenységet. Hozzáteszem, hogy azért az információ védelemre vonatkozó és személyiségi jogra vonatkozó jogszabály betartása mellett azért még lehet azért ezen a területen dolgozni. És úgy gondolom, hogy nagyon hasznos lehet ez. Nagyon hasznos lehet az üzleti életben. Nagyon hasznos lehet akkor, amikor egy új üzleti partner jelentkezik. Nagyon hasznos lehet akkor, amikor én valakivel szeretnék együtt dolgozni, és szeretném megtudni, hogy egyébként ő mit és hogyan tevékenykedett korábban, amit esetleg leplezelőlünk. Tehát vannak olyan szférái az életnek, mind a magán, mind az üzleti területen, ahol én úgy gondolom, hogy igenis tud szolgáltatni a magánnyomozói terület, és ezzel azért kell is, hogy éljenek. És most meg is van rá, én azt gondolom, a fizetőképes kereslet a Magyarországon. Az a másik oldal, amit az előbb említett, hogy most mennyire higul fel, vagy mennyire értéktelenedik el a szakmai feladat, az a piac szokta eldönteni, igen. Tehát, hogyha valaki minőségi és hiteles munkát akar, én azt gondolom, hogy egy szolgáltatásnak megvan az ára. Ha azt mondja, hogy igazából csak rosszindulatú vagy rosszindulatúan kíváncsi, és igazából ez a megbízásnak az alapja, akkor meg ott úgysem az ár, vagy nem ez az ár lesz a döntő, meg nem a minőség lesz a döntő. Én azt gondolom, hogy nagyon óvatosan kell ezt kezelni.
Szerintem egy picit még gondolkodni kell azon, hogy a magánnyomozásra vonatkozó jogi szabályozás az kellő keretként egyébként jelenleg a magánnyomozóknak. Én azt gondolom, hogy ezt sokkal inkább cizellálni kellene, sokkal inkább kellene nemzetközi tapasztalatokat alapul venni, és a nemzetközi tapasztalatok alapján azt mondani, hogy mik azok a lehetőségek, amikkel még esetleg a magánnyomozók élhetnek. Én nagyon picit említeném azt is, hogy azért kezd kialakulni a hivatalos szervekkel való együttműködés is, mert akár egy biztosítási csalás történeténél, ahol esetlegesen már a rendőrség lezárta az eljárását, de ugyanakkor még vannak olyan elvaratlan szálak, amelyek segíthetnek a teljes kör felderítéséhez, vagy a teljes kárérték megtalálásához. Ott például a magánnyomozók nagyon hasznos segítséget tudnak nyújtani. Én azt gondolom, hogy erre is vannak pozitív példák. Tehát én mindenképpen azt gondolom, hogy van jövője ennek a területnek. A jogi szabályozás része azt szerintem még lehetne finomítani. Nagyon szépen köszönöm ezt a részletes tájékoztatást. Mind a két téma nagyon fontos, különösen a bevezetőben a fiatal gyerekekről esett tájékoztatás, hogy mire vigyázzanak, és nem utolsó sorban ez a magánnyomozói kérdés. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és nem mondom, hogy nem tartok igényt, máskor is látok. Köszönjük szépen! Kedves nézőim, köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és remélem, figyelemmel fogják kísérni az itt hallottakat, és gyermekeikre, környezetükre, barátaikra vigyázni fognak. Viszontlátásra! A Bűn és Baleset Megelőzési Magazin létrejöttét a Sentinel Kft. Támogatta. Sentinel, a biztonság világa.